350 ezer embernek biztosít tiszta ivóvizet a Nyírségvíz a megye 91 településén. Az ország 10 legnagyobb vízi közmű szolgáltatója közé tartozó cég jó évet zárt tavaly. A vízértékesítés, szennyvízelvezetés és közmű beruházások terén egyaránt. Fontos mérföldkő volt, hogy a Hodászi kistérség ivóvízellátását is átvették. Nem volt havária helyzet, emellett más sikereket is elkönyvelhettek. Óriási fejlődése ment keresztül, különösen a csatornázás a teljes ellátottság irányába, és ez nagyon fontos a környezetvédelem szempontjából. A mi céljaink, célkitűzéseink a folyamatos szolgáltatás, megbízhatóság, a felügyelet irányításnak a pontossága, a gyors hiba elhárítás, és természetesen számtalan kisebb-nagyobb célkitűzésünk van, aminek úgy gondolom, hogy tavaly elég jól sikerült eleget tenni. A vezérigazgató asszony az idei legfontosabb célkitűzésként is a vevők elégedettségének kivívását, a folyamatos megbízható jó minőségű szolgáltatást és a jó értékesítést a beruházási tervek megvalósítását sorolta. Feladat mindig van, hiszen a megyében és Nyíregyházán is vannak még bekötetlen lakások. Dolgukat ugyanakkor nem könnyíti meg a szakember hiány, illetve a társaságnál is tapasztalható magas korfa. Az itt végzett munkákra is felhívják a figyelmet pénteken a Vízvilágnapján, amelynek idei mottója vizet mindenkinek. Március 22-én megnyitjuk a Nyíregyházi Arany János utcai víztornyot az érdeklődő gyerekek és a felnőttek számára. Jönnek gyerekcsoportok, jönnek középiskolások, egyetemisták, és jönnek felnőttek, mert hál' Istennek egyre többen értékelik azt, hogy mit is jelent a tiszta ivóvíz. Tartunk egy kis foglalkozást lent a víztorony tövében, egy interaktív kérdez-felelek, mit tudnak a gyerekek, mit tudnak a felnőttek, hogyan jut be az ivóvíz egyáltalán Nyíregyházára, hogyan jut el a lakásokba, és hogy hogyan tudjuk elvezetni a vizeket, a szennyvizeket. Ennek érdekében a szennyvíztisztító telepen is várjuk a gyerekcsoportokat. Hál' Istennek el kell, hogy mondjam, hogy a gyerekek nyitottak, és én ennek nagyon örülök és bízom bennük, hiszen az ő kezükben van a jövőnk is, és egyre többen és többen jönnek, úgyhogy már nem a szennyvíztisztító telepen nem is csak a Vízvilágnapján, hanem tavasztól őszig gyakorlatilag várjuk a csoportok jelentkezését. A megyében máshol, így például Kisvárdán, Mátészalkán, Nagykállóban és Nyírbátorban is lesznek vízvilágnapi programok. Ezeken a fő üzenet az lesz, hogy fontos természeti kincsünk az ivóvíz, amelyet meg kell őriznünk ahhoz, hogy a jövőben is elmondhassuk. Szerencsések vagyunk, hogy a nap 24 órájában tiszta ivóvízhez juthatunk.